Idén 30%-kal kevesebb csapadék esett, mint az elmúlt években. Ez a felső a vidéken hiányt eredményezett mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek mennyiségében. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti most, hogy a csapadék hiány miatt nem alakultak ki árhullámok, belvízes helyzetek, így nem tudták feltölteni a tározókat. A tározók arra szolgálnak, hogy a vizeket visszatartsák, hogy az aszályosabb időszakokban, elsődlegesen az öntözés érdekében megfelelő víz mennyiséget tudjon biztosítani a feti vízig. Az igazgatóság működési területén összességében most 13 állandó tározó található, egy hozzávetőleg 40 millió köbméter vízmennyiséget tudunk ezen tározókba betározni. Ebből jelen pillanatban egy olyan 12 millió köbméter vízmennyiség található most a tározókban, tehát látható, hogy akár a feltöltésnek a hiánya, vagy a kiadagolásnak a, a nagyságrendje az, ami lecsökkentette ezt a vízmennyiséget. Összességében most 5 darab belvízi tározónk teljes egészében száraz. A csapadék szegény tél után a vízügyi igazgatóság kora tavasszal valamennyi térségbeli csatorna elzárását elrendelte, hogy nyárra ne legyen jelentős vízhiány, emlékeztetett a műszaki igazgató. Kató Sándor kiemelte, az asszályosabb idő azonban várhatóan nem múlik. A következő hónapokban is az átlagosnál melegebb lesz, kevés csapadékkal. A helyzetet különböző fejlesztésekkel próbálják kezelni, többek között a beregi tározó építésével. Itt az építés folyamatos végzése érdekében most jelen pillanatban a beregi térségben nincsen vízvisszatartás. Ez a korábbi időszakban megvolt, ezek után is lehetőségünk lesz, sőt, sokkal jobb lehetőségeink lesznek, hiszen magában a beruházásban olyan létesítmények valósulnak meg, amelyek a teljes beregi belvízrendszerben a vízvisszatartás, vízkormázásnak a lehetőségét betitik előre, sőt, a beregi tározónak a megvalósulásával olyan egyéb létesítmények is megépülnek. Külnek, értem az adta tájgazdálkodási tápcsatornát, amely önmagában többletvíznek a bevezetésére ad majd lehetőséget a tározó területére. A műszaki igazgató helyettes hozzátette a beregi tározó várhatóan szeptember végére készül el.